Tehát valaki, valakinek lehet, hogy bejön, valakinek nem. Valaki reggel szeret eljárni jogázni, valaki este, tudod? Tehát ez megint csak szerintem ilyen specifikus. Én azt mondom, hogy nekem ez a fajta, nem tudom, a testkontrollt ismeritek-e? Valaki olvasta a Shelton Diamond féle testkontroll könyvet, nekem ez elég korán ott anyukának a szekrényébe feküdt, aztán így már ilyen saláta alapú, és ott olvastam ezeket például, hogy érdemes így azért várni a két étkezés között. Most az, hogyha langyos vizet iszogatsz közben, szerintem az jó. Vagy ha egy kis almára vágysz, szerintem a gyümölcs ez soha nem kavar be ezekbe a főétkezésekbe, én azt mondom. Ezért mondtam azt, hogy ugye az ajurvéda is oda fölkelsz, langyos víz, stb. Utána egy csomó, egy jó pár óráig semmi. Tehát mert alapvetően föl kell az ember, amikor a nap föl kell. Igen. Hát szóval amikor először eszel, már eltelt 3-4, akár néha 5 óra, igen. És akkor utána délelőtt persze az gyümölcs. Tehát hogyha mondjuk még a reggelizel is, hogy kell valami energia, hogy zakkása vagy valami, és akkor ez de mit tudom én, délelőtt akkor gyümölcsöt eszel. Hát persze. Szóval itt mint evés erre gondolunk, hogy pont ez az, hogy igazán, hogy mi számít evés. Mert mikor kezd? Mennyire eszed tele magad. Hányan kerülünk a nappal? Szóval nincs ellentmondás abban, amit mondasz meg, amit az ajurvéda, csak hogy azért próbálom egyensúlyba hozni, hogy ne gondoljátok azt, hogy most más dologról van szó, mint ami. Csak alapvetően az ajurvéda egy szempontból azért egy kicsit personálisabb dolog, mert amit mondtad, hogy mindenki más. Tehát most te mondasz egy dolgot, de mert igazából egy... Mert én vagyok például. Azért mondom. Tehát az, én meg pita kapu vagyok, és én meg olyan vagyok, hogy ha nem jutok élelemhez délelőtt 10-ig van, ami, akkor kész, pánik van. És az a vicces, hogy egyébként meg nem szoktam, mert amikor én délelőtt edzek, és úgy megint ez, hogy individuálisan hogy van, én délelőtt 10-kor leedzek, én igazából először 1 órakor eszek, de közben mégis van reggel egy olyan fogyat, és ristehet, ilyen fehérje, turmix, stb., ami maximum egy banán. Mert tudod, ez attól is függ, hogy mi az a célod, tehát most megint visszatérek oda, hogy mindenki van egy szinten. Nagyon sokan fogyni szeretnének, nagyon sokan hízni szeretnének, valaki csak egyszerűen tartani szeretné a súlyát, vagy fitnek lenni. Na most mindenki indul valahonnan, és néha ahhoz, hogy lehet, hogy nem is a testtípusodnak megfelelően testalkatod van most. Mert ez is lehet, mert ha el vagy hízva, és te lehet, hogy egy váta vagy, és most kapva a testsúlyod, akkor lehet, hogy akkor kerülnél vissza, nem, hogyha újra váta lehetnél, de ahhoz tenni kell. És ahhoz lehet, hogy fel kell borítani bizonyos rendszereket a fejedben, hogy te megváltozz, és lehet, hogy nem szalonnás tojással, hanem mondjuk zöld smoothie-val kell kezdeni a reggelt. Érted, mit mondok? Tehát itt ezt is kell szerintem nézni. Tehát én nagyon ez az egyén specifikusságon, tehát amikor hozzám jön valaki, és szeretne bármit, akkor mindig ilyen ezerféle szempontból kell megvizsgálni az ő saját életét, és aztán neki házi feladatban önmagát kell folyamatosan vizsgálnia. Uh-huh. És még a másik dolog az, hogy ez nagyon igaz, mert ez éghajlatfüggő. Uh-huh. Én is akkor kimegyek húzamosabb időre Indiába. És hát engem se tudnak behúzni a csőbe, hogy bármilyen ilyen reggel is parattal, vagy lássák. Szóval ott ugye, hogy csak kimész, és akkor ott a juice-t így facsarják meg, amiért akarsz. Igen. 15 félét. Igen. És tényleg az van, hogy jóga után kimész, és akkor ugye nincs folyadékhiány, és akkor lezúzol másfél liter ananász, mangó, így ahogy a sorba, ebbe a sorrendbe, és akkor azt mondod, oké, délig kifeküdtél a napra. És így nem vagy éhes. Igen. És akkor délben jön az első olyan gondolat, hogy amikor gabona, akkor zöldség, szabcsis, stb. Amikor igazából energiát. De ez is éghajlat, ezt itt nem tudom megcsinálni. Uh-huh. Sőt, megmondom neked, téli időszakban nem kívánom délelőtt a gyümölcsöt, mert az nekem hideg. Igen, hidegítő, ez biztos. Nem tudom. Én így vagyok vele, hogy télen smoothie-kat iszom reggel, de utána már nem sokára szükségem van valami melegre. Viszont nyáron nem tudok smoothie-t inni, hanem egy az egybe, ahogy van, kilószilva, vagy cseresznye, tehát ahogy van, azt nem is akarom ledarálni, nem, Isten mes, tehát ott harapni kell, tehát ez nagyon-nagyon sok. De ez egy csodálatos utazás, nem? Amikor önmagadat megismered, amikor figyeled a testednek a jelzéseit, és igazán magaddal vagy, mert hogy magunkkal is kell lenni, szóval igazán, szerintem ez is a lényeg is. Nekem, kezdjétek el, ez a magammal levés, ez ugye a gyereknevelés és a többi szerepek, amiknek meg kell felelni, amellett nekem a főzés volt az. És akkor eljutunk ide a csúcspontjára a dolgoknak, hogy igazából nekem ugye semmi közöm nem volt a főzéshez, és mégis azt éreztem, hogy a családom számára ki kell mennem
konyhába, és főznöm kell valamit. De hát már vegán is vagyok, már ezt sem tudom használni, azt sem tudom használni, amit sem tudom használni, mégis mi a francot csináljak, amikor nem tudom, erre vágyom, és erre vágyom, és erre. És akkor egyszerűen képzeljétek el, hogy nálam úgy történt, hogy kimentem a konyhába, és elképzeltem azt, hogy mit fogok készíteni. Tudtam, hogy ezhez a valamihez milyen alapanyagok kellenek, de csak az alapanyagok, tehát a fűszerezés, vagy ilyesmi. De egy dolog megtörtént, éreztem a számban az étel ízét, hogy milyennek kell lenni, hogyha elkészül. És szerintem ez az egészben a csoda, hogy úgy tudsz csodálatos ételeket alkotni, hogyha amikor megkívánod az ételt, és tudod, hogy te fogod elkészíteni, már tudod, hogy milyennek kell lennie. El tudod képzelni, és már érezni is tudod. És nekem olyan volt, hogy valamilyen láthatatlan erő, azért hívjuk tündérkonyhának, így el szoktam mondani, mert úgy éreztem, hogy ilyen kis, apró kis lények, kis entitások, akár tündérek, így elkezdték mozgatni a kezemet. És ehhez a fűszerhez nyúltak ahhoz, és akkor csak csináltam, és a végén valami csoda lett belőle. És nem tudom, az van ráírva a könyvemben, és több rét a vegán szakácskönyve, de megmondom őszintén, nem én alkottam azt a szakácskönyvet, és a recepteket sem, hanem egyszerűen kaptam egy olyan forráson keresztül, egy olyan csatornát, valószínűleg azért, hogy át tudjam adni, ami nem az enyém. Tehát, hogyha, és még az is megtörtént közben, hogy ebben a most van levésben kerültem. Tehát ezt valaki flow élménynek hívja, valaki ebbe a jelenbe. Kaptam a jelet, ugye, magyar nyelv. Tehát jelen voltam. És verset írtam főzés közben. Regényemnek megírtam, nem tudom mennyit, így papír fecnik voltak így mindenfelé, és akkor így, és leírtad a recetet, úristen, dehogy is, de volt itt egy vers, amit leírtam, és hogy olyan dolgok születhetnek magában a főzésből, és akkor értettem meg, hogy az alkotás öröme, hogy mit jelent egy festőnek, amikor a múzsa megcsokolja az arcát, és akkor leül, és nekem ugyanígy, nekem olyan, mint hogyha így a fapanál lenne az ecsetem, és fűszerek a palettám, és körülbelül nálam is ez így történik, és azt szoktam mondani, van a kedvenc, fiam kedvenc meséje, a Lecsó, hogy főzni bárki tud, csak meg kell tenni az első lépést. Tehát egyszerűen mindannyiunkban benne van ez a csoda, hiszen van két kezünk, van ízlelőbimbónk, és tudunk kavargatni, tudunk vágni, el tudjuk magunknak ezeket az ételeket készíteni, és egyszer kell neki, jó, hát a konyhában az ember térhetik azért ilyen meglepetések, hogy nem most körül, vagy valami, de egy olyan tudatállapotban mész kell konyhába, hogy már pedig én szeretettel vagy önmagam számára, hiszen most ez szerintem nem narcisztikus, hogy szeretném a testemet táplálni egy egészséges ételt. Tehát ha másnak nem főzöl, és egyedülálló vagy például, akkor önmagad számára. Tehát az is nagyon jó. És szeretettel, és jó hangulatban, és hogyha nem vagy abban, akkor lehet egyébként a főzés abban a hangulatban hoz téged. A színek, a fűszerek, az elképzelhető, hogy de jót fogsz enni, és tehát bármi legyen is a motivum, én azt gondolom, hogy ehhez egy ilyen nagyon, nagyon pozitívan kell, ha pedig másoknak főzöl, az pedig maga a csoda, és akkor nem érdemes akkor másoknak főzni, ha te rossz hangulatban vagy gyűlölet, vagy harag, félelem, vagy bármilyen van benned, akkor ülj le, engedd el, és utána gondold azt, hogy mennyire boldogok lesznek azok az emberek, akik megkóstolják ezeket az ételeket, és mennyire segítesz rajtuk, és a szereteted egy darabkáját, vagy a valamit, ami jön rajtad keresztül, át tudod adni. Én így főzök. Nekem ez a... Bár nem szoktam gyűlöletet érezni, haragot néha, de azt megpróbálom elengedni, mielőtt kimegyek a konyhába, de én ugye minden nap főzök, tehát minden nap főzök, és sok-sok embernek főzök, és igazából nem engedhetem el magamnak, hogy szólok Ákosnak, hogy bocsi, de ma te főzöm, mert ma én nem vagyok olyan hangulatban. Tehát, hogy amikor már az ember felelősség teljesen több embernek főz, akkor nagyon fontos az, hogy tudatosan kerüljön ebbe az állapotba. Tehát oké, nem vagyok, de ez egy olyan dolog, mintha azt mondom, hogy Nitál, figyelj csak, te ilyen vagy, ilyen vagy, ilyen vagy, és azt mondom, tudom, és nem is akarok megváltozni, mert tehát én ilyen vagyok, fogadj el így. Ez rendben van, én elfogadom mindenkit, de azért a fejlődésnek a szikrája az, hogy akarjunk valami több, nem úgy többet, hogy anyagilag többet, hanem hogy valami nemesebb célért élni, dolgozni, bármi legyen, és ez teljesen mindegy, akkor szerintem meg fog jönni ez az ihlet és ez a kert hozzá. Úgyhogy ennyit a főzésről. Jó sokat beszéltem, úgyhogy most azt szeretném, ha beszéltük Nitáján, hogy legyen egy ilyen kérdés-válasz szekció, mert igazából én arról szeretnék beszélni, amit ti kérdeztek, amit titeket érdekel, bármi is ugyanaz, jó?
Életmód tanácsadó is vagyok, szóval bármi jöhet, hogy fél nem válaszolok. Bármi, hogy felmerült a... Szóval nagyon sokat tudnék még beszélni, tényleg, azt tudok. És bármi, ami a főzés. Tehát nekem a főzésről ez a harmónia, a szeretetátadás, de valakinek ez a jóga oktatás, valakinek ez bármi, ami kicsit a... Nem is tudom, ez olyan milyen hangzik, ez a felső célt szolgál, de hogy nem anyagi természetű, inkább így mondom, ami lelki természetű, ami lélekből jön, bármi. Nekem lenne, hogy mondtad ugye, hogy a tisztító kurákról nagyon sokat tudnál még beszélni, most ugye ennek szezonja van itt tavasszal. Ez jó. És az a kérdésem, hogy mondjuk ha az ember vegánul táplálkozik, akkor mennyire van ezekre szükség, vagy egyáltalán... Már hogyha a vegánul táplálkozom, mennyire van szükség? Igen, vegán módon. Hát a böjt, például a böjt, ugye egyfajta tisztító kúra, ez lehet vallási böjt, lehet olyan böjt, ami ugye ez általában a vallásokban is benne van. Most például talán böjt időszak lesz, ugye farsang után, hogy tudom, ilyen 40 nap, és az egyfajta tisztító... Már van most a böjt, már van, jó? Jó, keresztény vagyok, úgy látom. És... Bocsi. Nem tudom, igen, én mindig azt mondom, hogy ha vegánul élsz, tehát növényétlenden élsz, akkor hát én így dobálóztam régen ezekkel szavak, hogy az már önmagában egyfajta tiszta étkezés, feltéve, ha nem paradicsomos konzervet eszel, mirelit zacskós tésztával, vagy nem tudom. Tehát, hogy ugye ez is egyfajta vegán étkezés, nem? Tehát vannak a vegánoknak egy olyan fajtájon. Van egy olyan csoport, akik például egyáltalán nem érdekel az egészségügyi része, bocsánat. Ezt vágjátok el, ha fogást lehet rajtam találni, na ide. És a vegán szó az önmagában ugye egy etikai döntés, tehát ez nem egy étrend. De a tudatos, egészséges, vegán, teljes körű táplálkozás, az például lehet egyfajta tisztítókúra is. Ha engem kérdezel, én nem tudok éhezni. Tehát én mondjuk a Ekadasit azt úgy tartom. Tessék? Tegnap volt. Sőt, igazából egy napig gyümölcsön is el vagyok, de az én szervezetem, az még, tehát lehet, hogy még nem tartok ott, hogy így napokon keresztül tudjak tisztító vagy böjtkúrát. Mert azt érzem, hogy igazából elég tiszta vagyok, de valakinek mondjuk erre szüksége van. És akkor onnantól kezdve ugye ilyen széles a paletta, és megint azt tudom mondani, hogy nem tudok neked egy tuti tippet mondani, hogy most akkor melyik legyen az. Vannak ezek a májkő tisztítások, van amikor valaki csak lébőtöt tart, de megint ez szerintem annyira, tehát ezt én hiszem, hogy ez amúgy vezetett böjtöt érdemes tartani, vagy egy lelki tanítómester, vagy hogyha valaki elvonult, de szerintem ott nagyon fontos a böjtnél, hogy ne csak a test tisztuljon, hanem a lélek is tisztuljon ezáltal, és így vezessenek téged. Tehát én például csak olyan böjtöt tartanék, ami számomra vezetett, tehát elvonulok, és úgy. De például egyfajta böjt, vagy egyfajta tisztítókúra az is, hogy mondjuk egy héten egy napot gyümölcsnapot tartok. Például. Tehát itt lehet ilyen megint csak azt mondom, hogy igen, kis célokat tűzök ki, hétnapos vízböjtöt, biztos, hogy szárazböjtöt nem tudnék tartani, de azt mondjuk meg tudnám tartani, hogy egy hónapon keresztül minden héten, pénteken csak gyümölcsöt fogok enni. És szerintem az a gyümölcsnap beiktatása szerintem elég jó. Nekem például nagyon jó. De lehet úgy is, hogy egy hónapban egyszer, mondjuk telihold után egy nappal, fogyóholdkor tartok egy vízböjtöt és egész nap vizet iszok csak, akkor ne legyen mellettem a férjem, mert én biztos, hogy akkor megfolytom, vagy nem tudom, és mind a ketten énekünk is kaparjuk alatt, hogy úristen, éhes vagyok, és pizzákra álmodunk, és nem tudom, hogy szóval ilyenkor az embernek így kell így elvonulni a legalább a saját kis szentélyébe, templomába, vagy küldjen el mindenkit otthonról, vagy ő maga menjen el. Ezek szerintem a böjt, ez a tisztulás, ez komolyabb dolog annál, de egyfajta tiszta étkezés lehet tartani vegán, de helyes vegán. Tehát ami a testtípusodnak megfelelő, a gyomrodnak, tehát ott meg már megint nagyon sok a amire kell figyelni. Jó? Gyümölcs. Azt mondtad egész nap. Állítok este nem jó. De almát szerintem igen. Szerintem jó. Elérődő. De nekem jó.
már nagyon éhes vagyok, és nem akarok mondjuk enni még egyszer vacsorázni, mert mondjuk ettem 5 órakor, és akkor 9-kor még éhes vagyok, akkor inkább egy almát eszek meg, mint sem, hogy... De amúgy a legjobb... Én nagyon szeretek éhesen lefeküdni, de tudom, hogy Nitály nem, tehát most... Na mindegy. Túlkázt a fejembe? Igen. Most akartam hozzászólni, hogy ez a másik képessége, no. Amit fejlesztem. Igen. De az alma szerintem jó, tehát arra jó. Az alma az mindig jó, az alma az egy tökéletesség. Tehát az, ha valakinek gyomorsava van, akkor lugosítja, ha valakinek kevés, akkor savasítja, ha valakinek hasmenése van, megfogja, ha pedig székrekedése van, akkor elindítja, szóval tökéletes. Jó? Csak attól függ, hogy reszelveszel, smoothie-ba darabolva. Uh-huh. Igen. Igen, más a hatással, igen. És az úgy jó. Voltak még? Igen, azt szeretném volna kérdezni, mi a véleményed a gluténmentességről, mert én úgy látom, hogy mostanában nem csak azok táplálkoznak, akik a kékliszteket én érzik ennyire, hanem egyfajta, hát mindig mondjam azt, hogy zivat is lehet. Ez egy ilyen mizéria, én gluténmentesen táplálkozom. Én úgy táplálkozom vegán gluténmentesen, de én azért, mert nekem problémáim vannak a gluténtől. Bár lehet, hogyha soha nem olvastam volna róla egy cikket, akkor lehet, hogy még nagy bőszen enném a glutént. De hát akkor is én már fehér lisztet nem tudom, mikor ettem utoljára, tehát inkább ilyen tönköly. És azt gondolom, hogy a tönköly az még néha a gluténérzékenyeknek is jó. Na most a gluténnél, ez nagyon specifikus, mert a glutén az egy autoimmun betegség, az igazi cöliákiáról beszélek. Tehát a gluténérzékenységnek több fajtája van. Van, aki csak érzékeny, van, aki csak intoleráns, van, akinek pedig komplett vékony bélgyulladást okoz, és ugye nem is az okozza, hanem igazából allergénként, tehát én behatolóként identifikálja a szervezetet, az önmaga sejtjeit, és akkor tudod, hogy folyamatosan gyulladást tart fönn. Biztos, hogy ugye a paleo, az szerintem egy ilyen divatőrület, divathullám, abban nem hiszek, szerintem elég káros, tehát hogy a hús mehet, de a lektinek azok, amik a hüvelyesekben vannak, tehát egyszerűen nem értem ezt a felfogást, nem tudom, nem tudok vele azonosulni, de az biztos, hogy hát ez a laktózis glutén, ez együtt jár mostanában. És ez szerintem kétoldalú táplálkozás és lelki, akinek valóban kialakult. Nekem elég volt elhagynom egy hónapra a glutént, hogy az enzimek eltűnjenek. Képzeljétek el. Tehát én 2 évvel ezelőtt elhagytam januárban, ilyen januári újévi fogadalom volt, és elhagytam a glutént, és februárban visszatértem rá, és olyan beteg lettem, mint még soha, és onnantól kezdve 4-5 hónapig azt sem tudtam, hogy mi történik velem, úgyhogy tudatos vegán életmódot éltem, simán lett egy vékony bélgyulladásom, mert nem tudott vele mit kezdeni 30 nap után a szervezetem. És akkor most olvastam olyat, hogy például a gyerekeket úgy szokatnak vissza, hogy egy-egy ilyen morzsát kapnak, és akkor, mert sok gyereknél meg tudják, hogy laktóz vagy gluténérzékeny, levonnak, leszedik a gyereket mindenről. És ez olyan frusztrációt okoz benne, hogy lesz egy úgynevezett falat probléma. Ez gyerekeknél előfordul, de felnőtteknél is. A gyerekeknél a falat probléma az az, hogy nem kaphatom meg azt a kiflit, nem kaphatom meg azt a valamit, és hogyha továbbra sem adnak neki egy pici kis, nem homopátiás, hanem allopátiásan közelítik meg, akkor a gyerek sose gyógyul ki. De hogyha felnőttet nézzük, a felnőttnél szerintem a gluténérzékenység egyrészt a nagyon sok feldolgozott étel, rengeteg fehér lisztes dolgot eszünk meg, tehát borzasztóan egészségtelen, és ha belegondolok, egész gyerekkoromban ezt tettem meg. Kakaót kaptam kiflivel reggelire, délbe kaptam a kenyeret a főzelékemhez, este meg kaptam, nem tudom, akkor ott volt a sütet, egész, és akkor antibiotikumot kaptunk, és ugye a bélbolyhaink, hát nem találok 30 évesen egyetlen egy egészséges embert sem, akinek nincsen fogadásra bizonyos dolgoktól. Csak azt hittük eddig, hogy jól bekajáltunk, aztán biztos attól, de nem, sajnos nem. De felnőttnél van egy lelki oldala a gluténérzékenységnek, miért pedig a falat probléma ugyanúgy. Nem kaptam meg, ami jár, nem értem el azt, amilyen dolgoztam, itt van már, de nem kaphatom meg, nem tudom bekebelezni, vagy valami olyan történt velem, amit nem tudok lenyelni. Nem tudjuk megemészteni az élethelyzetünket, a párunkkal való kapcsolatunkat, a gyerekünk, hogy merre kószál, hogy... Tehát ezek ilyen falat problémák, a gyomornak a problémái, ami egyébként a központi idegrendszernek a problémái, mert az egész gyomrot innen irányítják. Szóval ez nagyon-nagyon összetett. Az biztos, hogy egyrészt divat, másrészt szerintem nem kéne ennyi glutént tenni, de önmagában szerintem a glutén nem egy ilyen borzasztó mumus, akitől így tartani kellene.
De hogyha problémát okoz, akkor nem árt egy kicsit azért óvatosan bánni vele. Jó? Köszönöm. Nekem lenne egy tök egyszerű kérdésem, hogy hol érdemes vásárolni, mert itt Pesten én azt érzem, hogy tök nehéz vidéken, jó volt, mert szerencsék volt, hogy akkor meg tudtuk elvárni. A vidékiek meg azt mondják, hogy fú, de már is megkapasztják. De hogy most így én azt érzem, hogy minden fenntartással kezelek már. Igen, csak ez nagyon könnyen átfordulhat egyfajta ortorexia nervóza nevezetű betegségbe, ami nem betegség egyébként, csak ennek is adtak most egy nevet, ez az egészségmániásoknak a betegsége. Tehát volt eddig a bulimia, volt az anorexia, és most van az ortorexia nervóza. És rám is mondják amúgy, de azért én néha így oda csapok neki, és így a cukorböjtöm közben, nem tudom. Nem, tehát, hogy mondjam neked, azért nem kell véresen komolyan menni. Tehát az egész élet, ez egy játék. Tehát játék is, meg nem is. Tehát nem azért vagyunk itt, hogy most itt, nem is azért vagyunk, hogy élvezzünk mindent, hogy ez egyik felfogás. A másik pedig az, hogy nem is azért, hogy félelemben éljünk folyamatosan. Tehát én nem, tehát hogy mondjam, fenntartáson fogadsz mindent. Hát basszus, az élet halálos. Tehát, hogy a vége úgy is tudjátok mi. Tehát, hogy... Igen, jó lenne fenntartani ezt a testet minél tovább, minél egészségesebben, de ugye ezt nem tudhatjuk, mert ez nem tőlünk függ, hogy ez mikor. És annyit tehetsz, hogy egészségesen élsz, de hogy honnan szerzed be a táplálékokat, tehát most mondhatnám azt, hogy ti csak biót egyetek. De ez egy baromság, tehát ezt nem tudja megoldani most senki. Tehát itt Pesten is van biopiac, négyszerese annak, aki teheti meg ma, hogy igazából mindent bióból. Én is nagyon szeretnék, és én is, és mi is termelőkhöz járunk bevásárolni a tündérkonyhába is, de például a banán nem tudom megvenni termelőktől is. Hogyha mondjuk azt mondanám, hogy mindig biobanánt rakok a smoothie-ba, akkor azt mondom, hogy nem ennyiért adom, hanem ennyiért, amiért a kutya nem veszi meg. Tehát, hogy itt azért van egy... Tehát valahol kompromisszum, az egész élet az, nem? Kompromisszum. Tehát, hogy itt is kompromisszumot kell kötni, és szerintem járj ki piacra, itt Pesten, itt is van amúgy a Hunyadi téren, itt ha már a 7. kerületről beszélünk, egy nagyon szuper piac, mi ide is szoktunk kijárni, és van a Ica néni, aki egy csodálatos termelő néni, és nagyon ajánlom, egyébként reggel 5-kor már elfogy az összes paradicsom a szezonban, mert hogy ilyen mézédes, és vannak emberek, akikkel lehet beszélgetni, és ha nem is tudod lecsekkolni, hogy ő most 100%-os bió, én Nyíregyházán tapasztaltam ezt, én ott éltem 15 évig, és az utóbbi ittem egy kicsit kint, utána visszajöttem, és ott akkor alakult meg ez a kosár közösség, nem tudom, itt szatyor közösségeknek hívják, tehát akik ugye termelőket vonzanak egy ilyen kis csoportba, és akkor lehet rendelni tőlük, felviszik egy ilyen weboldalra, hogy Marika nénitől lehet rendelni krumplit, Józsi bácsitól lehet rendelni paradicsomot, karfiolt, meg padlizsánt, és akkor te kiválasztod, hogy neked ki a szimpit, kipróbálod, stb. És ez Nyíregyházán egy tökéletesen működött. És ott például ki lehetett menni a gazdákhoz, és meg lehetett nézni, hogy azt az adott zöldségeket, azt ők hogyan termelik, és volt, képzeljétek el, egy bácsi, aki 40 éve biogazdász, de nincs pénze a 2 millió forintos biominősítésre a biokontrolltól, és 40 éve ő biokertész mérnök, tehát ezt tanulta, és eplei vannak. És őszintén megmondom, megkóstoltam az eplét, és én elhittem neki, hogy ez bio. És én abban a tudatban ettem meg, hogy én bioeplet ettem. De ő termelte nekünk, értitek? Tehát, hogy itt szerintem sokkal többet számít az emberi kapcsolat, és lehet, hogy lesz olyan, aki 15-ször permetezi le az almát, de keres olyat, aki csak 5-ször. Ez most lehet, hogy hülyén hangzik, de vagy te mindig meg tudjuk tenni a biót mindig? Nem tudjuk megtenni. Tehát így nem lehet élni, hogy folyamatosan attól rettegek, hogy ez vajon nekem jó, vagy nem. Alma, hát megeszem. És bocsánat, csak még annyit, hogy a Gödöllői Szent István Egyetem szokta évről évre, vagy ilyen 5 évente vizsgálni a tápanyagtartalmát az egyes zöldségeknek, talajnak, stb. És hát nagyon elkeserítő. Tehát még mit tudom, 20 évvel ezelőtt volt benne egy almában 1 mg C-vitamin, most 0,1 mg C-vitamin van. Tehát, és ez a bionál is előfordul, mert elő. Tehát, hogy egyszerűen a bio csak a földre vonatkozik, de most a kentrélezik mondjuk tegyük fel a fejünk fölött, és leesik az eső, és leesik az a szer, vagy a szomszédomnak a telkén, a szomszédom vegyszerrel permetez, és fúj a szél, és orkán erejű szél átfújja az én biokertemre, akkor mit csinálsz? Jó? Tehát egy kicsit próbáljuk ezeket elengedni, próbáljunk szeretni, tehát hogy mondjam, élni.
jó? Törekedjünk az egészségesre, de tudod, hogy ha zöldségről van szó, akkor megkeresni egy olyan termelőt, akiben bízol. Én ezt vallom. Ez a bio dolog is már egy olyan dolog, hogy pont az, hogy ez a, akinek van 2 millió forintja, az odaadja, és akkor tudja 4-szeresére adni azt, amiről nem is tudod, hogy mi. Tehát már a kimész a biopiacra, már szerintem a fele. Nem is. Viszont a bűnévet is nem mondta a saját szintén, hogy igazából a Bukoci Nemzeti Park az egyetlen, vagy a Felkuhanság Nemzeti Park, amit mindig földet lehetne nyilvánítani, mert ahhoz, hogy bioföldnek nyilvánít csak adott termőföldet, legalább 10 évig nem szabad rajta, mert benne van a földbe. Azt mondja, hogy bárki, aki bioföld, az azt mondja, hogy ott, akkor 10 éve nem érte. Nyíregyházán beszéltem már Nyíregyházán volt a Kosár közösségben egy biogazda, és fantasztikus gyümölcsei voltak, ilyen baraszkja volt, medje, meg almája, ugye ott a nyírségben ezek azok, amik úgy teremnek, és ő mondta, így Ákos elment hozzá, mert mi vettünk földet, és az Ákos apukája ilyen nagyon sok hektáron gazdálkodik, almát, medjet, stb. És hát nekünk is ez volt az álmunk, hogy most biót termelünk. És elment Ákos a férjem a biogazdához, és akkor mondta neki a gazda, hogy jó, azt a földet, azt most azonnal gyomírtózd le, és akkor várjuk meg, hogy egy pihenjen egy kicsit, és majd utána. Mert ha nem gyomírtózod le, itt soha nem fog teremni semmi. Tehát így ezt a biogazda mondta. Jó? Másik, amit akartam, hogy itt Pesten is azért egy kicsit nyitott szemmel jársz, és akkor nézelődsz itt a zöldségeseknél, és így keresed a helyet, mindenhol vannak olyanok, akik, ameddig itt laktunk a Balzó, volt a Katona Józsefen van egy zöldség, a Pozsony és a Katona Józsefnek a sarkán, Cegléden laknak kint, egy paraszt család. És azoknak van itt egy üzletük, és minden reggel hozzák a kertből az előző nap leszedett dolgok, de mindenük van, és mindent ők csinálnak. És én is akkor annó kérdezgettem ezeket a dolgokat, és mindent, amit lehet ilyen természetes módon próbálnak ki. A franc veszi meg azt a drága, nem tudom milyen mű valamit, ő tudja, hogy ezt így, meg így, meg így. Szóval vannak ilyenek, és csodálat, és itt a belvárosban egy olyan zöldséges volt, csak tudod, nem azokhoz kell menni, akik csak kimennek a napbelőre, azt összeszedik, hanem megnézed, biztos vagyok benne, hogy találsz a környékben valami olyat, akik... Tudod, igen. Beszélgetni az emberekkel, igen, én hiszek ebben az előzőségek. Kimegy a piacra, ahol, mert ott is vannak egyébként itt is ilyen piaccsarnokokban is kimész, és van, aki a paraszba jön. És azt mondja, jó, onnan tegnap szedte le. Meg van, aki erre született, és olyan, például apukám biokertész, és egy ilyen Debrecen mellett, ilyen zsebkendőnyi területen ekkora tököket a komolyan termelés, adja oda a góvindának, nidáéknak, mert igazából nem tud vele mit kezdeni, és ő tényleg a krumplibogarakat egyenként szedegeti le, és ő tényleg az a fajta, tehát tudom mondani, hogy van ilyen, de most az a kert, és most ő bion kezeli, de most előtte ki tudja, hogy hogyan kezelték. De az biztos, hogy jó föld, szóval. Úgyhogy ne félj, engedd el a félelmet. Igazából nem is ilyen szinten, hanem mondjuk például a sajtó. Tehát, ne egyél sajtó. Még nem tartok, hogy sajnos, de például tudom, hogy az, ami mondjuk a boltban van, azt már nem szeretném, de még nem találtam meg azt a helyet, ahol... Hát ebben nem tudok segíteni. A sajtban lévő kazomorfin okozta függőség alatt állsz, úgyhogy nem. Csak ez egy vicc volt, de egyébként tényleg, tehát én is arról jöttem le legkésőbb, igen. De más a panír, amit másképp állítanak pont elő. És hogyha ahimsza tejből, de nem tudsz ahimsza tejhez jutni a Krisna völgyön kívül. Tehát nem tudsz, nem tudsz, tehát őszintén tudsz, nem. Nem. Vagy például mit használják mondjuk a sütét a főzésnél, tehát ugye nyilván olajat nem. Zsír, nem? Hát egy kis ribacsír, azt pedig nagyon finom. Kókuszolaj vagy ahimsza ghi. Kókuszolaj. Nem, egyébként lehet. De ahimsza ghi, ez érdekel, hogy hol? Krisna vagy, Krisna vagy. Tényleg ott csinálnak ilyen ghit, meg minden ilyen dolog. De én pont most voltam egyébként, és nem most, a január 9-én voltam, és akkor kérdeztem ahimsza ghi után egyébként. Azt mondtam, hogy most is. Amúgy volt, mert nincs, mert a tehenek nem, tehát nem adnak már annyi tejet. Volt, évúton. Nincsen már, nincs.
akkor már régről emlékszem, de volt olyan járvány. Kókuszolaj az, amit úgy javaslok, Magyarországon, ha megnézzük, hogy mit terem, tehát hogyha ennyire specifikusak akarunk lenni, hogy a helyét, akkor a szőlőmagolaj, szerintem az egy nagyon jó, bárhány hidegen sajtot azzal nem érdemes igazán főzni. Van a lemmagolaj, amit lehet, de annak is van egy ilyen keserű íze, szóval a kókuszolaj az egyetlen, de ugye a kókuszfák nálunk nincsenek, tehát hogy itt is egyfajta kompromisszumot kell kötnünk, nem? Hogy mégis mivel főzünk, de ha már választani kell, akkor kókuszolaj, mert nagyon jó az ilyen laurinsav tartalma például, tehát anyagcsere gyorsító, és jó, nem kell így enni kanállal, de azt gondolom, hogy az elég magas a hőtűrő képessége, tehát nem ég meg az olaj, úgyhogy én azt használnám a helyedbe, vagy az olivát. Még van egy olyan kérdés, hogy beszéltem ugye az eszenciális aminosavakról, és én azt olvastam, hogy nincsen olyan zöldség, amiben ez meg lenne, vagy gabona, és ezért van ugye a komplettálás, de említetted, hogy van. Hát a különösben, meg a kinoában. És ez a kettő, vagy van valami más? Várjatok, most hallom Amarantban is, és most még hallottam valamiről, amiben van. Ja, a burgonya. Készítek el a profi. Igen. És ezt egy külföldi ilyen kutatási oldalon. Egyébként a fehér burgonya is ugyanez, sőt az ilyen, arra gondolsz, nem? A krumpli. Mert úgy most ne értsünk félre, a krumpli az normál krumpli, az nem csak minél való. Én nagyon haragszom, amikor a krumpli, ez cikkek jelennek meg, mert nagyon-nagyon. De az nem burgonya egyébként, csak úgy hívják. Uh-huh. Tehát az csak olyan, tehát mi is egy háztól vesszük. Ha valamiben a bióra kéne figyelni, bocsi, ha egyáltalán van ilyen, akkor a burgonyánál érdemes szerintem. És azt még normális árban meg lehet. Szegedről hozatjuk fel olcsó, mint a Tesco-ban. Ilyen 330 forintért vesszük mondjuk mi. Mennyiért? 330 forint kilója bioburgonyán. Hát mi 8 ért. De várjál, nem, ez most én fehér, vagy... Te sárga. Nem, édes burgonyáról beszélek. Édes burgonyát Ásotthalmon. Ott szerintem igen, ott. Ott mi onnan hozatjuk fel. 5000 forintért fel is hozzá. Tehát ha már 5000 forintért rendelsz. Hát nekünk ott lakjuk egy utcával arrébb, aki termesztik. Hozzák házhoz, de az 800 forint. És abban minden pont, most osztottam meg nem olyan régen egy cikket erről, hogy milyen szuperfood az édesburgonya. Vagy ha már például... Én most láttam most ezeket, elkezdtem tanulmányozni ezeket a fehérjeporokat, és tudom, hogy te is benne vagy, te is. És a balnari is, találtam egy ilyen balnari fehérjét, amiben benne volt az összes. Nem tudom, hogy azt most dúsították, vagy nem, de hogy ott fel volt sorolva. Hát a balnari is, meg a borsó az ilyen, az... Csak valaki mondjuk nem bírja a lektineket, tehát szerintem egy balnari is, azzal lehet tisztító purát csinálni vele a balnari is. A három napig semmi más sem veszel, csak balnari is, csodálatosan kipucol. Jó, ha valaki nem próbálta meg, szereti a balnari is, mert utána nem fogja szeretni. Az az utolsó, hogy balnari is tevet, de úgyhogy ha még nem akartok róla mondani, nem. Jó. Van még kérdés? Nekem még annyi, hogy itt múltkor beszéltünk a tejtermék, tehát a ghee dolog és a teljes vegánság témakörében. Mióta én így elhagytam ezeket a dolgokat, azt vettem észre, hogy ropognak az ízületeim. Tehát, hogy mi az, amit akkor nem viszek be, amit esetleg ugye ezzel... Igen? Adhatok erre választ? Igen. De pont ez az ajurvéda, ami most megosztottam egy másik cikket is ezzel kapcsolatban, pont egy hete. Ugye a legcsodálatosabb szuperfood a ghee. Tehát ebben vannak olyan, rengeteg olyan anyag, ami pont a jogik, ugye az ajurvéda, a hatha joga pradipika, a Patanjali joga szutrák, mint mondják, hogy nagyon-nagyon fontos a test és az ízületek számára a ghee. Na igen, de beszéltünk, hogy és nem tudom beszélni. Igen, hát ez az, amivel kompromisszum, most ki milyen elhatározásban van, akkor... És hogy most mi fontosabb a bocik? Vagy az én testem, vagy a bogok, vagy nem. Hát most még a bocik. Ugye mondjam. Később baj lesz. Ez olyan, mint a B12. Tehát, hogy ugye mondják, hogy a B12-t az pótolni kell, és csodálkozom, hogy nincs ilyen kérdés, és mert ez mindig van. Hogy, de hát elmondom, ha már nem kérdeztétek. Hogy azért B12 gomb.
hogy ezt is be lehet vinni, az egy baktérium. Tulajdonképpen azt mondják, ha nem mosod meg a biozöldséget, és akkor azzal beviszed, vagy ott van a sörélesztőbe, vagy a csirákba, de valaki azt mondja, nincs a csirákba, szóval tudjátok, itt megint ez a tofu mánia, ez a pro és kontra, tehát mindennel megy. De ha biztos akarsz lenni, akkor fogsz egy tepregészítő tablettát, amit előállítottak egy baktériumból, és beveszed. Az ízületeknek kell glükozamin, kondroitin és MSM. Bár nem vagyok orvos, de úgy tudom, hogy ez a három kell, és ezeket lehet pótolni táplálékkiegészítőket. Az a baj, hogy ezek már meg ilyen kagyló, meg ilyesmi. Hát hogy akkor inkább azt mondom, igen, hogy inkább azt mondom, hogy így. Ha már lehet, hogy kagyló vagy. Egyébként az alga, pontosan ezt akartam mondani, hogy algát, nem tudom, hogy tetszett, chlorellát, lidopamiumot és mi a harmadik? Spirulina. Ezt a háromnak kell leszedni. A második aztán... Lidopamium. Moszat, borsú, jó kis moszatos smoothie. Nagyon sok banánnal. És korál melegettől. Igen, meg a korál kálcium, esetleg korál, de hát ott a korál kálcium. De igazából ez a kondroitin, MSM és glukozamin, ez a három az, ami az ízületeknek a kopását így. Az egyik receptetben volt ez a szárított olva, de azt nézd, hogy nagyon drága azt, mivel... Igen, de hát szerintem olyan helyen vedd, ahol, tehát hogy megveszed, és akkor azokból egy ilyen picikel, tehát az algát is tudod húzásba lehet vinni. Tehát például, hogyha van egy ilyen receptem, mint a tonhal krém, pástétom, igen, abban egy ennyi, ha a vakami algát veszel, egy ennyi kellék. Tehát, hogy egy ilyen ennyi beáztatod, és egy ennyi. És így nem drága, mert mit tudom én, egy évig eltart neked egy ilyen 10 dökás. Jó? Igen? Na, mindig dióhéjban ezt a, hogy inkább lehet, hogy egy ilyen kompromisszumot tudunk esetleg mondani a teljes vegán tehén, vagy az állatvédelem és a tehénfogyasztás, ugye sok jogás azért eszik a tejterméket. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, hogy amit pont a mai világban nem tudsz megcsinálni. Lehet, hogy elmész, és olyan helyről szerzel tejet, ahol tudod, hogy parasztok ugye vidéken, és akkor ugye ez a másfajta az a tej azért. Azt mondtam, hogy most a szegény állat hogy fogja végezni a legvégén, de az, hogy teljesen más, ami ez a nagyipari valami, ahogy a tehenekkel bánnak, az egy megint másik dolog, de csak annyit szeretném mondani, hogy tegyünk egy kis spirituális részt is a végére, hogy azt azért kell tudni, hogy amikor ugye valaki spirituális ember, akkor ott azt a bármi, amit főz, az felajánlja. Szóval, amint felajánlasz valamit, az a tej, vagy az a tehén, az következő életében emberi létformában fog megszületni. Csak azért, mert te, és utána mindegy, hogy ő hogy végzi, de te egy áldást hoztál azzal a dologgal, hogy felajánlod azt az ételt, és utána igazából nem is mi lesz vele, mi? Szóval ez egy ilyen köztes kompromisszumos... Igen, használják a húsodban, hogy mi megálljuk azt a szegénységet. De nem, mert ez egy egészen... Tudom, hogy ez védikus, szóval én most tanulmányozom ezt, most kezdek ebbe elmerülni, és azt így, ez ilyen személyes dolog, tehát hogy én Ákos, a férjem révén, tehát ő kapcsolódott a Krisna tudathoz, és amikor én vele kapcsolódtam, akkor én a szeretett vallásban hittem, ez az igazi hippi. Ilyen ugrándozós, hippi lány voltam, és valószínűleg az is maradok örökre, de hogy az ember világképéhez azért szerintem elengedhetetlen, hogy egy olyan kultúrát tanulmányozzon, ami a legősibb. És én is erre jutottam, hogy egyszerűen a védákat, vagy a védák egy részét, mondjuk a Bhagavad Gita, tehát egyszerűen kell tanulmányozni, és igen, tehát nekem is a világképem amúgy fordul. Fordul, mert az, hogy valaki leírta valamit 5000 évvel ezelőtt, és nem valaki, hanem tudjuk, hogy honnan származik ez az egész. Nekem például most úgy érzem, mintha a puzzle-ömnek a darabkái így kezdenének összeállni. De én már vegán voltam 6 éve, mikor találkoztam mondjuk a Krisna tudattal. Tehát én nagyon szeretem és tisztelem a teheneket, de én már nem tudnék, én például nem tudnék, és nem is akarok visszatérni a tejfogyasztásra, mert én így lettem egészséges. Tehát valószínűleg, hogy az a tej pedig egyébként a falunkba,
több mindenkinek volt teje, és amikor mondtad ezt a fél órával a fejés után, és kb. Akkor jöttek nálunk, volt ilyen, képzeljétek el, hogy tejcsarnok. Ezt így még soha senkinek nem mondtam el, és főleg így vegánként, igen, én tejcsarnokba jártam, és hoztuk a tejet, de hogy ez valóban ez teljesen normális volt, hogy tejcsarnokba így mentünk a meleg tejért, és így gyerekkoromban azt a poci meleg tejet azt ittuk, de én csak, tehát én későbbiekben csak azt láttam, hogy mindig ez a nyálkosító hatás, és hogy nagyon sok gyerek ugye ezért is beteg, tehát hogy túlzásban van vive, a túlrólódiba, tehát ezt is hozzá kell tenni azért, hogy itt a tejfogyasztásnál, ha már mindenki ragaszkodik hozzá, akkor viszont ne reggelire, ebédre, vacsorára, uzsonnára, tízórára, mert hogy mindig erről van szó. Tehát, hogy joghurtot eszek reggelire, sajtot eszek a délben, nem tudom, tehát, hogy mindennel, és ugye a húsevőknél meg ugyanez van a húsnál, parizel, szalámi, virsli, stb. Tehát, hogy egyszerűen túl van minden nyomatva, és nem csoda, hogy a félország laktózérzékeny, vagy ilyen érzékeny, vagy olyan, mert egyszerűen, meg amit művelnek az állatokkal, tehát, hogy aki látta, tehát, hogy nálam például ez, tehát én nem voltam védikus, gondolkodású, amikor rájöttem arra, hogy nem akarok részt venni. Most értem a gít, értem a felajánlásokat, és magunk is egyébként a tündérkonyhába, nekem Ákos, tehát ezt tudnotok kell, hogy ő felajánlja ezeket az ételeket. Tehát van egy házi oltárunk, és annak rendje a módja szerint, ahogy azt kell, fel van ajánlva, tehát innentől kezdve karmamentesnek mondható, és tisztító hatású, és gyógyító, és hogyha ezt hozzá tudom még rakni azért szereteteljes főzésemhez és az ízekhez, akkor azt mondom, hogy ez még az megspékeli, de abszolút értem, amit mondasz, és értem azt, hogy a vajisnavák miért ragaszkodnak például a tejhez. Csak azt is olvastam az ISZKON oldalán, és nagyon megdöbbentő volt, hogy 2009-ben jelentette be például itthon ugye Maharács, hogy itt is akkor legyen a központ is lent is, és itt is ugye tejmentes, mert hogy ugye az nem a himsza tej. Tehát azért valahol eljutottunk idáig itt is. Persze, igen, mert főleg az, hogy ugye a mindennapokban te kimész, és ugye megveszed a boltból, leveszed azt a tejet, ami amúgy már nem is tej. De amúgy mind a mellett meg szeretném azért ezt, hogy van-e olyan hely, amilyen ahimsza tej. Én már több olyan paraszt emberrel találkoztam vidéken, akiknél meghal a tehén. Mert annyira fontos nekik, ők a tej, és van egy kapcsolat nekik. Ők nem levágják, hanem a Riska, az volt a családtag, mert az volt 10 évig, aki... Szóval vannak ilyenek, azért mondom, nem feltétlen biztos, hogy nem találunk olyat, ami én olyan forrás, ami... Most, persze. Már, és fenntartunk egy olyan iparágat, ami csak a szenvedés, és a miénket is, hiszen genyvér, szenvedés, ugye a víz, ha vízből állunk 70%-ba, és megisszuk a 70% tartalmú tejet, víztartalmú tejet, amiben rezgések vannak, ugye a Yamatónak, nem tudom. Ismeri valaki ezt a... Igen. Tehát, hogyha abba belegondolsz, hogy az információ hogyan áramlik egyik testből a másikba, és lehet, hogy emelni kellene, de nem emel, hanem lehúz. Tehát itt nagyon tudatosnak kell lenni. Azt, hogy meg kell energiát tenni abba, hogy esetleg lehet, hogy pláne te azért jobban vidéken él. Hogy körbe mész ott a fölbe, hogy ki az, aki... Most kint laktál ott valamit. Szigetlen Miklóson, de már nem. Már nem. Hát mindegy, akkor is most a környező falvakba tényleg elmész ide-oda, ami nincs olyan mert messze. Ugye és akkor azt mondod, hogy csak, ha csak hír, és akkor tudsz valahol, mit tudom én, 40-50 kilométerre olyan falut, ahol van ilyen természet, és akkor lemész, és hozol annyit el, hogy főzöd magadnak egy hónapra való gít, és egy hónapban egyszer lemész. Vagyis először bajat kapulsz, mert főzöm magadnak. Mert a tejből először bajat kell tisztítani, és a bajból kell tisztítani. Nekem anya annak idején így bekerült egy ugyanilyen jógást, az a hinduizmuság volt, és ott ugye a gí, ugyanúgy, úgyhogy otthon én láttam, hogy ő hogyan készíti a gít. Hát minden lényeg az, hogy nehéz. De örülünk, hogy itt voltál. Nehéz, de figyeljetek, szóval, hogy ne ilyen negatívan zárjuk, jó? De semmiképpen az Úristen, mit keresem én, mert amúgy én eljutok ide a... Sokszor, nem sokszor, de azért időszakonként eljutok az életem, hogy Úristen, mit keresik én, mi a francia jöttem, hogy néha úgy érezzük, hogy szélmalomharc. Tehát őszintén megmondom, hogy ilyen persze nagyon pozitív vagyok, és nagyon lelkesítek mindenki, csak engem kéne már, hogy valaki lelkesítse néha, mert hogy így a, igen, tehát ez a Kali Yuga, tehát csak ezt tudom mondani, felteszem a kezem, basszus Kali Yuga, nem tehetek róla. Tehát hogy van egy pont, tehát, hogy azért meg se erőszakoljuk már ezt a dolgot, tehát azért próbáljuk meg, igen, tenni a dolgunkat, igen, levonjuk azt, hogy nem tudunk mindent
mindent csodálatosan, de azért törekedjünk. Tehát én azt mondom, hogy még én idejöttem, biztos a lábammal eltapostam pár érőlényt, vagy beülök az autómba, de még egy biciklis is, aki zölden él, még ő is árt. Tehát, hogy ebben a dualitásban nincs olyan, hogy nem ártok, hiszen ártok mindennel, a lélegzetvételen vannak, tudjátok, azok a vegánok, akik még ilyen maszkot oldalak, és sepegtetik el, nem, hogy hívják őket? Jainisták, igen. Tehát azért vannak ennek még változatai, én nem vagyok jainista, tehát én is ártok. De törekedjen mindenki rá az élethelyzetének, a környezetének a lehetőségei szempontjából, hogy a lehető legkevesebb ártást tegyen. Én mindig ezt mondom, tegyél valamit azért, hogy kevesebbet árts. És ennyi. És ez lehet a gondolat, a kimondott szó, a tettek, a vásárlás, az egész életem. És először a magunk házatáján kezdjük mindent. Tehát önmagunkat rakjuk rendbe. Önmagunknál kezdjük, önmagunk táplálkozásánál, lelki életével, gyógyításával öngyógyítani, tanuljuk meg magunkat, és akkor utána mondhatunk véleményt róla, de még akkor sincs jogunk amúgy, de hogy először minket, mert egyébként aki rendbe teszi magát, az nem fogja már ezt tenni. Tehát, hogy mindenképpen törekedjünk arra, hogy szeretetteljes életet éljünk, hogy az egészséghez nagyon hozzátartozik, hogy olyan társas kapcsolataink legyenek, mint például ez a közösség itt nálad. Tehát, hogy ez maga gyógyító. Itt érzem a gyógyító létet, és én is olyan emberek társaságát keresem, akik emelnek és nem lehúznak. És lehet, hogy ez furcsán hangzik egy ilyen táplálkozási előadás után, de néha sokkal többet segítünk magunknak, hogyha hátrahagyjuk azokat az embereket, gondolatokat, dolgokat és tetteket, amik nem tartoznak hozzánk és visszahúznak és nem előre visznek. Mert nekünk előre kell mennünk, a szeretet útját kell járni, és adni, és megosztani, és hogyha már nem tartozik valami hozzánk, akkor el kell engedni. Köszönjük, hogy itt voltál!